Havas Jézus vagyok, 5. éves orvost hallgató, és szeretném megosztani a szakmai gyakorlataim során szerzett tapasztalataimat. 3. évben Görögországban, és 4. évben pedig Japánban voltam, és idén Amerikába készülök 2 hónapra. Úgy gondolom, olyan tapasztalatokat, barátságokat, élményeket szereztem, amit mindenkinek ki kellene próbálnia. Hogyha a cseregyakorlataim szakmai részét szeretném bemutatni, akkor Japán adott olyan élményt, ami számomra felejthetetlen, amikor beléptem a kórházba és láttam, hogy robotok vitték egyik osztályról a másik osztályra a különböző mintákat. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy ezek az új működőképes technológiák hogyan valósulnak meg a való életben. Kiváló szakemberektől volt lehetőségem tanulni. Ami kiemelten tetszett, hogy az orvos-beteg kapcsolat nagyon személyes volt. Az orvos türelmesen végighallgatta a betegnek a panaszait, és odafigyelt rá, bármit is mondott. Nem csak szakmai szempontból volt kiváló lehetőség, hanem értékes emberi kapcsolatokra, barátságokra is szert tettem. Hogyha a görögországi cseregyakorlatomra gondolok, akkor a tengerpart, a napfény, az utazások, az ókori romok látogatása jut eszembe, és hihetetlen élményeket szereztem ott is. Összességében azt elmondhatjuk, hogy ezeknek a szakmai gyakorlatoknak nem csak szakmai értéke van, hanem barátságokat szerezhetünk, világot láthatunk, a nyelvet gyakorolhatjuk, és ezért buzdítanék minden középiskolás, hogyha oda kerül, olyan helyzet elé áll, akkor mindenképp pályázzon meg cseregyakorlatokat. Felmerülhet a kérdés, hogy ezeket a szakmai gyakorlatokat mikor lehet megpályázni. Igazából az egy tévhit, hogy csak 6. éveseknek szólnak ezek a lehetőségek, akár már 2. éves korotoktól meg lehet pályázni. Sokan úgy gondolják, hogy az adminisztráció egy nagyon bonyolult, hosszú folyamat, és csak a gond van vele, ami csak részben igaz, hogy önállóságot igényel és talpra esettséget, de hogyha időben minden dokumentumot beszerzünk, minden igazolást megkapunk, akkor nagy gond nem lehet, és mehetünk a cseregyakorlatokra. Valóban nagy kihívásnak tűnhet, félelmetesnek tűnhet, de igazából mind a magyar oldalról és mind a fogadó fél országból nagyon kedvesek és segítőkészek, és minden lehetőséget megkaptam azért, hogy jól érezzem magam. Összességében ez egy hatalmas élmény, örök emlék, úgyhogy időben jelentkezzetek, nem fogjátok megbánni.